elkezdte a kolozsvári gyerekkórházban megalázott székelyföldi lány ügyének kivizsgálását az Országos Diszkrimináció ellenes tanács, bár sem az orvos, sem az egészségügyi intézmény igazgatója nem jelent meg a meghallgatáson, a testület érdemben tud dönteni az ügyben. Súlyosan sérültek az egyenlő bánásmódhoz való jogai annak az olasz teleki lánynak, akit nem megfelelő román nyelvtudása miatt családjával együtt megaláztak a kolozsvári gyermekkórházban. Ezt az álláspontot képviseli az RMDS, amely amellett, hogy az egészségügyben való anyanyelvhasználat megerősítését célzó törvénytervezetet dolgozott ki, az Országos Diszkrimináció ellenes tanácsnál is feljelentést tett az ügyben. A Diszkrimináció ellenes tanácsnál is eljártunk, egy feljelentést iktattunk a családnak a megbízásából. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy felhívja a figyelmet, ez a testület is vizsgálja ki a helyzetet, és hozza meg a döntést, ami lehet pénzbírság, vagy lehet szóbeli figyelmeztetés, ennek mindenképpen meg kell történnie. Az első meghallgatásra ma került sor az Országos Diszkrimináció ellenes tanács bukaresti székházában, a beidézett felek azonban nem voltak jelen a meghallgatáson, átiratot küldtek álláspontjukról. Ez a kolozsvári gyermekkórház beküldött egy véleményt, amiben elismeri az incidenst, de úgy értékeli, hogy ez nem egy hátrányos megkülönböztetés, és arról biztosítja a tanácsot, hogy a kolozsvári gyermekkórházban nincsenek etnikai esetek diszkrimináció. Az ügyben jelentést készít a CNCD, amit a kollégiumi testület megvitat. Asztalos Csaba szerint a végső döntésre 2 héten belül lehet számítani.